Közérdekű adatigényléssel fordult az Európai Bizottsághoz a Civil Összefogás Fórum és a Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány, amelyben arra kíváncsiak, hogy a brüsszeli testület mit csinál a helyreállítási alap pénzeivel. Ugye itt egy 700 millió eurós hitelről van szó, amelyről a CÖV szerint egyáltalán nem tudjuk, hogy hol van, mi történik vele és profitál-e belőle valaki. Ezek a kérdések pedig azért is nagyon fontosak, mert ezek azok a források, amelyeket a bizottság Lengyelországtól és Magyarországtól most visszatart. Hol van a pénz és mi történik vele? Ennek próbálunk meg utána járni a következő fél órában. Törőcsik Zsolt vagyok, és köszöntöm a hallgatókat, és köszöntöm a stúdióban ifja Blomnici Zoltán alkotmányjogászt, az adatigénylést kezdeményező CÖF szóvivőjét. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Telefonon pedig itt van velünk Deák Dániel, a 21. század intézet vezető elemzője. Jó napot kívánok önnek is! Jó napot kívánok én is. Na hát Deák Dánielt kérem először arra, hogy idézzük vissza azt pontosan, hogy miről is szól maga ez a helyreállítási alap és ez a hitelfelvétel, hiszen ezt akkor nagyon sokan úgy apostrofálták, hogy egy történelmi lépés az unió életében. Hát talán már el is felejtették a hallgatók, hogy a koronavírus járvány milyen súlyos károkat okozott az Európai Unió gazdaságában, hiszen most már a háború és az azzal kapcsolatos gazdasági nehézségek terhelik az embereket Európában, de ez a helyreállítási alap még a koronavírus járvány időszakáról jött át gyakorlatilag a mostani időszakra, hiszen ez a helyreállítási alapcsomag igyekezett volna kezelni Európában a járványnak a negatív gazdasági hatásait, tehát azóta húzódik ez a történet, ez az ügy. És ugye az egész probléma halmaz az a gyermekvédelmi törvény elfogadásának időszakában robban ki Magyarországgal kapcsolatosan. Kormányzati szereplők már számtalan alkalommal elmondták, hogy gyakorlatilag már megvolt az időpontja annak informálisan, hogy mikor jön Budapestre Ursula von der Leyen annak érdekében, hogy aláírja a magyar kormánnyal a megállapodást a helyreállítási alap forrásainak kiutalásáról és felhasználásáról. Azonban a gyermekvédelmi törvény egy olyan politikai vitát eredményezett és kavart, ami miatt erre nem került sor, és gyakorlatilag azóta húzódik ez az egész ügy. Ugye a bizottság részéről mindig valamilyen jogi megállapodás vagy megállapítás érkezik Budapestre, különféle levelekben kérnek bizonyos korrekciókat, de összességében az elmondható, hogy olyan dolgokat kérnek, amelyek nem nagyon igényli azt, hogy ezt a helyreállításnak a forrásait visszatartsák, inkább itt egy politikai nyomásgyakorlásról van szó. Teljesen egyértelmű és látható, hogy politikai okok miatt tartják vissza ezeket a forrásokat. És ugye, ami nagyon fontos, hogy ez egy hitelfelvétel, tehát az Európai Unió most először vett fel egy közös nagy hitel megállapodás keretében egy nagy hitelcsomagot, és hát ez a hitelhez, a hitelfelvételhez ugye Magyarország is hozzájárul, kezességet vállalt, tehát itt mind a 27 uniós tagállamnak egy közös hitelfelvételéről van szó, ezért is méltánytalan és tényleg elfogadhatatlan, hogy ezeket a forrásokat ilyen hosszú ideje már visszatartják. Hát ugye főleg azért, mert ez a pénz elvileg megvan, valahol ott van, mégsem adják ide nekünk. Mire kíváncsi most pontosan ezzel kapcsolatban, ifja Blomnici Zoltán? A Civil Összefogás Fórum, Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány úgy ítélte meg, hogy miután 2021-27-es keretköltségvetés főszegei megállapításra kerültek, és valóban a Next Generation EU nevű mentőcsomag elfogadásra került, azok a pénzek, amelyek az egyes tagállamoknak járnak, egy ütemterv és ütemrend szerint kifizetésre kerültek volna már korábban, így Lengyelország és Magyarország számára is. Van olyan része egyébként a költségvetésnek a hitelfelvétel vonatkozásában, amely nem érinti Magyarországot, de alapvetően a nagy része a helyreállítási pénzeknek az járna hazánknak, és ezeket úgy tartják vissza, ebben sem baloldalon, sem jobboldalon nincs vita, azt gondolom, hogy jogerős döntés, bármiféle
felsőbb szinten, ha tetszik, jogorvoslati szinten született határozat abból a szempontból nem született, hogy Magyarországot ne illetnék meg ezek a források, pláne annak fényében, hogy ez a bizonyos jogállamisági kondicionalitási eljárás, amely elfogadásra került, amelyet Lengyelország-Magyarország tetszik, megfuttatott az Európai Bíróság előtt egyfajta EU jogi kontrollt kérve, majd az Európai Bíróság jóvá hagyta ezt a procedúrát. Most tehát ezen eljárás keretében sincs végső döntés, ez egy folyamatban lévő eljárás, amely kapcsán az Európai Bizottság és a magyar kormány folyamatosan, ahogy az igazságügyminiszter asszony is tájékoztatott róla, minden kérdésre kiterjedően hosszasan egyeztet, de ebben még végeredmény nincs. Ennek ellenére azok a források, amelyek járnak hazánknak, visszatartásra kerülnek, és meggyőződésünk, hogy ez egy rendkívül triviális, ha tetszik, nem is feltétlenül közgazdaságtani, hanem egyszerű, nagyjából matematikai felvetés, hogy van egy alapösszeg, ez az összeg, ez valahol pihen. Ezt egy egyszerű, ha tetszik, lakossági fogyasztó is, akinek van egy bankbetét, pontosan tudja, hogy ez a bankbetét még alacsonyabb alapkamat mellett is valamennyit fial. És az a kérdés egyrészt, hogy hol van ez a pénz? Természetesen vannak ötleteink, de ezt a bizottságnak kellene elmondani, hogy egészen pontosan hol pihennek ezek a egyébként rendkívül komoly pénzösszegek. A másik kérdés pedig, hogyha befektetésre kerül, vagy kamatozik, akkor a hozama ezeknek a forrásoknak kit illet, mert hogy, és most nagyon szélsőségesen fogalmazok, de arra senki sem hatalmazta fel az Európai Bizottságot vagy Brüsszelt, hogy spekuláljon ezekkel a pénzekkel, vagy megforgassa őket, és azért szeretnék arra utalni, zárásképpen ehhez a gondolathoz, hogy egy nagy elődnyomdokába léptünk ezzel, mondhatom, bár mostanában divat némileg a németeket kritizálni, én inkább azokkal értek egyet, akik szerint az érdemes odafigyelni az ottani folyamatokra, és 2021. június végén például egy nagyon tekintélyes jogtudós, a Német Szövetségi Alkotmánybíróság 2010 és 2020 közötti elnöke, András Foszkule azt mondta, hogy az Európai Unió működésével, a központi banknak a tevékenységével kapcsolatban számos súlyos aggály merül fel. Tehát, hogyha András Foszkule narratíváját csak némileg átvesszük, akkor ez egy verifikált, jogos felvetés a CÖFF részéről, meg lehet mosolyogni, lehet baloldalon kifigurázni, de attól még ez egy súlyos kérdés, hogy becsap-e minket az Európai Unió, azért tartja-e vissza hova tovább ezeket a pénzeket, hogy tudja az ukránokat finanszírozni, vagy nem? Mindjárt beszélünk arról, hogy hol van a pénz, de azért itt érdekes kérdések merültek fel, befektetés, kamat, és hát ugye amikor ezeket a pénzeket, és elhatározták, hogy hitelt vesznek föl, az egyik indok emellett az volt, hogy kétszer ad, aki gyorsan ad, és ezeknek a pénzeknek gyorsan kell megérkezniük. Politikai szempontból mi itt a kockázat, vagy mire kell figyelni Deák Dániel szerint, amikor ez a pénz, ez most nem egy tagállamnál van, és nem egy tagállamnál fial esetleg további pénzeket és kamatozik befektetésként, hanem valahol pihen éppen. Hát igen, ugye ilyenkor felmerül joggal a kérdés, hogy mégis hol vannak ezek a pénzek, és én utalnék itt arra, hogy az IMF két nappal ezelőtt kiadott egy hosszú elemzést, egy hosszú tanulmányt, amiben arról írnak, hogy az Európai Uniónak gyakorlatilag elfogyott a pénze, tehát a költségvetési keretösszeg az felbomlott így gyakorlatilag az elmúlt hónapok gazdasági válságának következtében, és például az IMF azt mondta, hogy elkerülhetetlen, hogy az Európai Unió, az Európai Bizottság egy újabb kötvénykibocsátást, tehát hitelfelvételt hajtson végre, enélkül az IMF megalapítása szerint nem fenntartható az a költségvetési keretösszeg, amit ugye előirányoztak erre az időszakra, tehát ilyenkor is azért elgondolkodik az ember, hogy akkor hol vannak ezek a pénzek, egyáltalán megvannak-e még, nem költötték el valami másra, és hát ugye az is
aggasztó, hogy az IMF szerint újabb kötvénykibocsátásra van szüksége az Európai Uniónak ahhoz, hogy kezelni tudja ezt a válságot. És hát ugye a helyreállítás alapforrásai, ami még a koronavírus járványnak a negatív gazdasági hatásait igyekezett kezelni, az pedig most már nem a járványnak a hatásait fogja kezelni, hogyha Magyarország megkapja ezeket a forrásokat, hanem sokkal inkább a háborúnak és az elhibázott brüsszeli szankcióknak a negatív hatásait. És a magyar kormány már jól előre felkészült egyébként erre az esetőségre, hogy a helyreállítás alapforrásait később kapja meg Magyarország, mert ugye már kiírtak költségvetési forrásokból pályázatokat egyébként ezekre az összegekre. Tehát, hogyha sikerül a megállapodás, létrejön a megállapodás, úgy gyakorlatilag már rögtön fix számlákat fognak benyújtani az Európai Unióhoz, és megkezdődik ezeknek a kifizetése a költségvetés irányába. Tehát politikai szempontból érthetetlen a bizottságnak a viselkedése. Meglátásom szerint a magyar állampolgárokban tovább rombolja a Brüsszelbe vetett bizalmat ez az egész eljárás, és ugye utalnék itt Lengyelországra is, ahol elgdeg a megállapodás már a nyár folyamán, de még mindig nem kapják meg a helyreállítási alapnak a forrásait. Ez azt eredményezi, hogy az az európai egység, amelyet fel kéne mutatni egyébként egy ilyen háborús és világválsággal teli időszakban, az gyakorlatilag meg fog bomlani, és ennek az okozója maga Brüsszel lesz. Beszélünk majd még erről az egységről, de ugye említette ifjabb Lomnici Zoltán azt, hogy a baloldalon mosolyognak ezen a közérdekű adatigénylésen. Ami ugye azért is érdekes, mert minden tagállamnak az uniós forrásokkal gyakorlatilag eurocentre pontosan el kell számolnia. Akkor Brüsszel saját magán miért nem érvényesíti ugyanezeket a szabályokat? Vagy nem volt erre például a hitelfelvételnél sem egy egyértelmű szabály, hogy azzal a pénzzel egyáltalán mit lehet kezdeni? Engedje meg, hogy azzal kezdjem, hogy azért örülök ennek a kérdésnek, és nagyon köszönöm, hogy nem úgy tette föl, hogy mi a céljuk ezzel a levéllel, meg hogy mit lehet ezzel elérni. Ezt számtalanszor megkaptuk, és azt gondolom, hogy nem olyan szeretnék teatrális lenni, de egy Európai Unió területén működő, bejegyzett jogi személyiség, amely Európai Unió területén élő, ha tetszik, uniós polgárokból áll, közérdekű adatigényléssel, vagy bármilyen más formában fordul az uniós adófizetők pénzéből működő intézményekhez, akkor szerintem a merjünk kicsik lenni MSZP-s szemlélet keretében lehet csak ezt a kérdést értelmezni, hogy mi a céljuk, meg mit várnak, meg esetleg fognak-e válaszolni. Ha nem válaszolnak, az őket minősíti. De vagy elfogadjuk azt, hogy a hitleri szemlélet az, hogy vannak árja, meg vezető nemzetek, és vannak szolga nemzetek, nem működhet az Európai Unióban, magyarán nincs sem kétsebességes Európa, sem alárendelt tagállamok, akkor igenis azzal a bátorsággal, emelt fejjel és vehemenciával kell bármilyen jogi megkeresést foganatosítani, akár a civil összefogás közhasznú alapítványnak, akár más magyar civil szervezetnek, amely ilyen információkra kíváncsi, mint ahogy a Spanyolországban, Németországban vagy Franciaországban megtehetik. Zárójel, akkor megkérdezhetnénk, hogy az Egyesült Államokból baloldali spekulánsok által, gazdasági érdekcsoportok által finanszírozott NGO-k milyen alapon kérik ki magyarországi minisztériumoktól azokat az adatokat, amelyek aztán külföldön landolhatnak. Ez egyébként sokkal inkább egy szuverenitási kérdés, ha tetszik, mi házon belül szeretnénk tartani ezt az információt. Mi magunk magyarok vagyunk arra kíváncsiak, hogy mint uniós tagállam a magyar állampolgárokat is érintő fizetésekre miért nem kerül sor Brüsszel részéről. És azt gondolom egyébként, hogy természetesen azzal is tisztában lévén, hogy vannak intézmények, amelyek vizsgálhatják az uniós szervezetek működését, így az uniós számvevőszék
az Európai Számvevőszék. Tehát vannak olyan intézmények, amelyek auditálják, ha tetszik, a költségvetési folyamatokat, mégis azt gondoljuk, hogy lehet egy olyan szokásrend az Európai Unióban, ami számukra elfogadható, de esetleg számunkra pedig elfogadhatatlan. Mert valóban Magyarországtól azt kérik, hogy egyrészt fillérre számoljon el, másrészt ez a kondicionalitási eljárás felháborító módon egyébként alkalmas arra, hogy a gazdasági szuverenitásunkba beavatkozva külföldi cégeket hozzon helyzetbe, mert, hogy így fogalmazzak, simán érvényteleníteni lehet egy olyan közbeszerzési eljárást, amelyet jogosan egy magyar cég nyert el, majd újra indítják, és lehet, hogy akkor már olyan helyzetbe kerül egy külföldi cég, hogy felül tud kerekedni. Tehát ezt magyarán a nemzeti gazdasági szuverenitás kapcsolatos beavatkozásra is tudják ezt a kondicionalitási rendeletet és eljárást használni. Éppen ezért különösen ennek fényében elvárható, hogy az Európai Unió is transzparens legyen, és egy utolsó megjegyzést hadd tegyek. Euró 10 és 100 milliók mentek el az elmúlt években, és erre is volt szerencsém rámutatni az Európai Parlamenten belül a pártcsaládoknál. És olyan elszámolást, ha tetszik, zsírpapírt tesznek közé ezzel kapcsolatban, hogy mondjuk 10-20 millió eurók, és csak annyi van ott, hogy költségek. És ennél szigorúbb elszámolást nem várnak el, miközben Magyarországon a képviselőktől is, meg a közélet egyéb szereplőitől is sokkal több transzparenciát válnak el. Úgyhogy ez a fajta gender pertú, ha szabad ezzel a képzavarral érnem, ez semmiképpen nem felel meg az unió alapelveinek. Hát és az átláthatóság a bizalom erősítése szempontjából is fontos lenne, annak a bizalomnak az erősítése szempontjából, amelyről Deák Dániel beszélt, és hát szóba került itt az imént az egységesség is. Ebben a helyzetben, amikor háborús infláció van, a határoknál egy valódi fegyveres konfliktus zajlik, amikor energiaválság van, a bizalom és az egység hiánya az milyen politikai folyamatokat indíthat el Deák Dániel szerint? Ugye, amikor Magyarország elsőként nyilatkozott a háború kirobbanása utáni napokban arról, hogy hogyan viszonyulunk mondjuk a szankciós politikához, hogyan viszonyulunk az európai egységhez, akkor a miniszterelnök szántan alkalommal elmondta, hogy meglátása szerint például az uniós szankciók azok hatástalanok lesznek, és az Európai Unió saját magával szúr ki ezeknek a bevezetése során, de az európai egység érdekében, hogyha mindenki más támogatja ezeket a szankciókat, akkor belemegy Magyarország, beleegyezik. Egyedül ugye az energiaszankciók voltak ezek a kivételek, így Magyarország az olajembargó alól mentességet is kapott. Tehát itt a magyar hozzáállás, a magyar testtartás az egyértelműen az európai egységet szolgálta, és az európai egység mellett köteleződött el Magyarország ebben a nagyon fontos kérdésben. Ilyenkor visszhangzás az Európai Uniónak is azon kéne dolgoznia, hogy ez az európai egység megmaradjon, és egy ilyen háborús és gazdasági válsággal teli időszakban ne az ilyen típusú brüsszeli hát ilyen politikai harcok vagy küzdelmek uralják az európai közbeszédet, hanem azt, hogy közösen európaiak gondolkodunk azon, hogy hogyan tudunk ebből a nehéz helyzetből kijönni. Erre most miről szól az összkép, miről szól az európai vita, arról, hogy van egy megállapodás Lengyelországgal, és nem utalják ki a pénzeket, és hát értelemszerűen akkor a lengyel kormány elkezd egy Brüsszellel szembeni kommunikációt folytatni, és ez oda vezet, hogy szépen az európai egység, az az összkép, ami látható volt az Európai Unióban, például a háború ügyében, az kezd megbombani, és elkezdenek vitatkozni egymással a tagállamok, és Brüsszel és a tagállamok között lesz egy nagyon komoly konfliktus. Magyarország esetében is ugyanez a helyzet, hogyha az Európai Bizottság nem fogadja el azokat a válaszokat, amelyeket Magyarországgal az ő probléma felvetésére, akkor értelemszerűen a magyar állampolgárok és az európai állampolgárok is úgy fogják érezni, hogy egy ilyen nehéz helyzetben
direkt politikai okok miatt kekeckedik gyakorlatilag a magyarokkal. Mert azért elég egyértelmű, hogy ami elvárása volt a bizottságnak Magyarországgal kapcsolatosan, azokra mind-mind reagált a magyar kormány, és rengeteg jogszabályváltoztatást is végrehajt. Ugye a kormány rendeletek során is már jönnek ki azok a változtatások, amelyeket a magyar kormány a bizottság kérésének megfelelően végrehajt. Hogyha ezt követően sem történik megállapodás, vagy legalább megállapodás közeli helyzet, akkor az egyértelműen Brüsszelnek a számlájára írható, akkor direkt kekeckednek Magyarországgal szemben. Nagyon érdekes, hogy most széttartó folyamatokról beszélünk, amelyek gyakorlatilag a bizottságnak köszönhetők, ezt is megállapítottuk itt az elmúlt percekben, miközben vannak folyamatos központosítási törekvések is. Tehát a vétójog eltörlésével kapcsolatos hangok, azok egyre erősebbek, ugye legutóbb már a német kancellár is úgy fogalmazott, hogy ha bővítés lesz, akkor át kell alakítani a döntéshozatalt. De itt van a közös energiabeszerzésnek az ügye is, ami folyamatosan felmerül. Kinek kedvez az, és most van-e itt az ideje ezekről beszélni, miközben olyan folyamatok zajlanak a valóságban, amiket az imént beszéltünk? Valóban, és azért sokaknak eszébe juthat az is, hogy itt vannak az aszálykárok mondjuk Magyarországon, és ahelyett, hogy kiállna a bizottság szóvivője, és azonnali összefogást szorgalmazna a magyar, még egyszer idézőjelbe téve mondom, uniós polgárok megsegítése érdekében, ahelyett azt látjuk, hogy az agrártámogatásokat is visszatartja Brüsszel. Tehát ezt az alávaló hozzáállást, mert ezt nagyon nehéz másképpen minősíteni, miközben a jogállamisági és egyéb elvont ideákkal kapcsolatos boszorkányüldözés folyamatosan zajlik, azt gondolom, hogy nehezen tudja feldolgozni egy tagállami polgár, vagy mondjuk egy gazda. De valóban visszatérve, hogyha megnézzük az Európai Unió honlapját, hogy milyen törekvéseknek ad teret a hivatalos bizottsági internetes felület, akkor rábukkanunk egy olyan mozgalomra, amelynek az a neve, hogy föderalista mozgalom, és amelynek egyébként olaszországi székhelye, olaszországi vezetője van, és Altério Spinelli-től eredeztetik a létüket, és amely szervezet azt állítja, hogy a vétójog nem összeegyeztethető a demokráciával, az adózás területén a többéves pénzügyi keret, vagy éppen a külésvédelem politika kapcsán meg kell szüntetni a vétót, illetve az európai kormány ideája is megjelenik, amely egy teljesen demokratikus, az európai polgárok felé elszámoltatható és általuk ellenőrzött testület lenne, ami önmagában, elnézést az újabb hasonlóan a degradáló kifejezésért, de egy csúnya blöff, mert sem az Európai Tanácsot, sem az Unió Tanácsát, sem a Bizottságot, sem a Parlamentet, említettem a pénzeket a pártcsaládok kapcsán, nem lehet elszámoltatni, nem átláthatóak a legalapvetőbb folyamatok, nem lehet tudni, hogy egy európai polgári kezdeményezést, miután összegyűlik a kellő számú egyébként hatalmas mennyiségű aláírás, miért és milyen körülmények között és milyen okból söpör le a bizottság az asztalról. Nincs transzparencia az Európai Unióban, ennél cinikusabb felvetés, hogy minden vétójogot és minden konszenzus szüntessünk meg, és majd egy átlátható, elszámoltatható uniós kormányzat fog dönteni a fejünk fölött. Ez egészen elképesztő, és ennek a bejegyzésnek egyébként a dátuma 2021. május 29. Ezt csak azért szeretném hangsúlyozni, mert akkor még nem is beszéltünk a háborúról, akkor még békeidőszak volt. Az, hogy most sürgeti ezt Olaf Scholz, az már az elkeseredés és az eszköztelenségnek a tanúbizonysága, vagy erről tesz tanúbizonyságot, de valójában azt kell, hogy mondjuk, hogy ezek a törekvések egy Európai Egyesült Államok, egy európai kormányzat, ez nem kitaláció, ez nem fikció, ez kérem tisztelete az Európai Bizottság honlapján egy szakmai anyagban olvasható. Tehát akkor gyakorlatilag, akár mondhatjuk úgy is, hogy az egyik hivatalos programpontja az Európai Uniónak, vagy az Európai Bizottságnak legalábbis? Hát, hogyha az Európai Bizottság ezt a nézetet felvállalja, és teret ad neki a saját
internetes felületén, akkor az Európai Bizottság ezzel a gondolattal sors közösséget vállal, magyarán osztja azt az álláspontot, amely ebben szerepel, hiszen nem jelentetné meg, az biztos nem fog megjelenni, hogy a De Gaulle-ista erős nemzetek Európája kapcsán adjunk több hatalmat a nemzeti kormányoknak. Ilyen elemzést, vagy mondjuk a Szövcök a bármely elemzését, vagy az alapjogokért központét, nézőpontét, századvégét, valahogy nem lehet olvasni. A föderalista Spinelli féle mozgalom, az természetesen ehhez képest teret kap, és lehet kommentelni, és lehet véleményezni ezt a kiválónak gondolt ötletet. Egy percünk van nagyjából, de Ág Dániel szerint ezek a törekvések, a föderalista törekvések mennyire erősek az Európai Unióban most? Most azt nézném, hogy milyen választások lesznek az Európai Unióban. Ugye 2 hét múlva tartják Olaszországban a választást, előrehozott választást, ahol az előrejelzések alapján akár 2/3 többséget is szerezhet az olasz jobboldal. Az ilyen és ilyen hasonló fejlemények, ugye látjuk, hogy Szlovákiában is kormányválság van, látjuk azt, hogy a lengyelek is most visszajönnek a V4-es együttműködéshez, és Magyarországgal kapcsolatosan is most már pozitívan nyilatkoznak. Ez mind-mind azt jelzi, hogy azért a szuverenista, a jobboldali erőknek vannak pozíciói, lesznek pozíciói az Európai Unión belül, és értelemszerűen ez Magyarországnak és a hozzá hasonlóan gondolkodó politikai erőknek egy sokkal nagyobb mozgásteret fog eredményezni a jövőben az Európai Unión belül. Meglátjuk, hogy merre fordul tehát az Európai Unió hajója ebben a bizonytalan helyzetben. Egy biztos, hogy közérdekű adatigényléssel fordult az Európai Bizottsághoz a CÖF, amelyben arra kíváncsiak, hogy a brüsszeli testület mit csinál a helyreállítási alappénzeivel. Mi pedig erről beszélgettünk az elmúlt fél órában ifjabb Lomnici Zoltánnal és Deák Dániellel. Nekik köszönöm, hogy itt voltak velünk és elfogadták a meghívásunkat. Munkatársaim Lajer Rita és Szőlősi Éva nevében is búcsúzom. Fél hétkor a nap kérdésében találkozunk legközelebb. Addig is mediaclick.hu. A szerkesztő műsorvezető Törőcsik Zsoltot hallották. Viszont hallásra!